Már szállítja az utasokat a tavaly áprilisban megsérült 612-es Skoda villamos. Az anyagi káros baleset még tavaly áprilisban történt a Batúháznál. A helyreállítást az MVK telephelyén végezték a GAN Skoda munkatársai. A munka az alkatrészek beszerzése miatt egy évet vett igénybe. A csaknem 14 millió forintos javítási költséget a biztosító teljes mértékben állta. Tavaly április 24-én rendőrautó és villamos ütközött Miskolcon, a Szentpáli és a Széchenyi utca kereszteződésében. A balesetben senki sem sérült meg. A rendőrautó olyan erővel csapódott a 612-es számú villamosba, hogy a szerelvény kisiklott és a járdán állt meg. A történtek után a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálta a balesetet, mindkét járműben jelentős anyagi kár keletkezett. A jármű elejének mindkét oldalán sérültek a sarokelemek, lámpaelemek, homlokelem, a belső fém, lökéscsillapító. Mándi Gábor villamosforgalmi és fenntartási üzemvezető hozzátette, hogy az utasajtót pedig a siklás miatt a helyszínen egy közlekedési lámpa törte be. A kárfelvételi jegyzőkönyvek alapján és a sérülések figyelembevételével elkészült egy árajánlat, amit utána a biztosító jóvá hagyott, és ezt követően kezdődhettek meg az anyag alkatrész rendelések. Itt ez volt egy hosszabb folyamat, mert van olyan alkatrész, aminek 32-36 hét a szállítási ideje, és ezért állt elég sokat a jármű. Az MVK kárát a biztosító teljes mértékben állta. A javítás az MVK-nál megoldható volt. A kárhelyreállítást a GAN Skoda végezte, nem kellett a járművet a gyártó telephelyére elszállítani. A villamos javítása márciusban elkészült, és csaknem 14 millió forintba került.